van, legizek, mi van? 1934. október 9-én Marseille-ben merénylet áldozata lett Sándor jugoszláv király és Bartó francia külügyminiszter. Az első világháború után Ausztria Magyarország széthullott. Területén új államok alakultak, köztük a több nemzetiségű Jugoszlávia. Az új állam megszületésének kezdeti örömét csak hamar felváltotta a nemzetiségi viszálykodás, különösen a horvátok és szerbek között. Sándor király elnyomta a nyugtalankodó nemzetiségeket. A nacionalista, szeparatista felkelő szervezetek tagjai elhagyták Jugoszláviát, Németországba, Olaszországba és Magyarországra emigráltak. Horthy kormánya menedéket adott neki, kiképző tábort biztosított számukra. Ezt a tábort rejteni kellett. Az usztasa szervezet tagjai többször átlépték a jugoszláv határt, és merényleteket követtek el Sándor király hívei ellen. A határ katonai lezárása sem tudta meghiúsítani az átkelési kísérleteket. Amit mi csinálunk, az nem bűn. Mi nem vagyunk bűnözők. De én gyilkos vagyok. Ölök. De nincs más választásom. A zsarnokot meg kell ölni. Ne piszkítsd be a kezed ezekkel a disznókkal!